A Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Non-Profit Korlátott Felelősségű Társaság a komplex fejlesztendő járások közé tartozó Sarkadi járásban látja el a feladatait. Az intézmény azzal a céllal jött létre, hogy az itt élő lakosok számára elérhetővé tegye a járóbeteg szakellátást. A Sarkadi járóbeteg szakellátó eszközbeszerzési című projekt keretében olyan eszközök beszerzése valósul meg, melyekkel jelenleg az intézmény nem rendelkezik. A fejlesztések révén szélesebb spektrumú ellátással csökkenthető a betegutak hossza, több vizsgálati lehetőségre nyílik mód, hatékonyabb kezelések valósulnak meg, és jelentősen javul az intézmény diagnosztikai háttere is. Itt nagy értékű eszközből 3 darab kerül beszerzésre, 3 útrankészülék és több kézi műszer és kisebb vizsgálati egységek. Itt nagyon fontos, hogy olyanokat is be tudtunk szerezni, amik nem voltak, hiszen egy nagy múltra visszatekintő ellátó, említhetnénk akár a szomszédos kórházat, járóbeteg szakellátó Gyulán, ami több mint 100 éves múltra tekint vissza, kialakult ellátórendszerként integrálva van a térségbe. Itt egy új intézményként becsülve voltak a lakossági igények, a különböző betegségtípusok és az ellátási formák, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a helyi igényekhez tudtuk hozzáigazítani a mostani eszközparkot, és remélhetőleg ez hosszú távon képes is lesz megőrizni és ellátni az intézmény a feladatokat. Az eszközbeszerzéssel és fejlesztéssel lehetővé válik, hogy hosszú távon a város teljes lakossága jobb egészségügyi szolgáltatásban részesüljön. A projekt megvalósítását dr. Kovács József országgyűlési képviselő is támogatja, aki már több mint 40 éve dolgozik egészségügyi területen, ezáltal pontosan tudja, hogy milyen eszközökre van szükség. Ezt jó szívvel támogatja az ember, mert ez tényleg a mindennapok szempontjából is nagyon fontos, és még valami, ugye ehhez csatlakoztak általában különböző egészségfejlesztő szűrőprogramok, amik szintén a lakosság érdekét szolgálják. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk mindenféleképpen ebben. A fejlesztéseknek köszönhetően a projekt végeztével az orvosok a modernebb eszközökkel korszerűbb ellátást tudnak majd biztosítani. A gyönyörű környezetben modern infrastruktúra, nagyon kedves és hozzáértő személyzet, és hát korszerű eszközpark mentén, ami nagyon-nagyon fontos, helybe, hosszas várakozás nélkül vehetik igénybe a szakellátást. A projektmenedzsment február 1-től már megkezdte a munkáját. A tervek szerint március 1-től indul a közbeszerzési eljárás, amely keretében a 3 nagyértékű eszköz mellett több kisértékű eszköz, például holter, LKG és vénakereső beszerzése valósul meg a nyár folyamán. A projekt összköltsége bruttó 79 millió forint, és várhatóan 2019. január 31-én fejeződik majd be.